Sziasztok, kedves követők, kedves nézők, régiek, régi követőim is, akik most találtatok erre a csatornára. Ez most egy újítás megint, nehogy megunjuk itt egymást. Három lehetőséget látsz előttem, ne tévesszenek meg, hogy, hogy ennyi, ilyen sok betű van, ne meg. Ez a betűcsoport csoport képezi az első csoportot, a bottól jobbra ez a kis halom a másodikat, és itt van egy X. Na most a választás ugye ez alapján kellene, hogy történjen, hogyha szeretnél egy kicsit játszani, mert azt a kérdést tesszük fel, hogy mit üzennek most neked, mi az, amiről most hallanod kell, vagy jó, ha hallasz, illetve ha kértél tőlem így gondolatban videót, akkor melyik csoporttal rezonálsz, illetve hogy melyik csoportban található esetleg a keresztneved. Kezdőbetűje, vagy a szerelmet kezdőbetű nevének a kezdőbetűje, vagy bármi, amelyik megszólít, amelyik betű megszólít. Tehát ebből a csoportból, ha megszólít egy betű, vagy esetleg, ö, bocsánat, közötte van a keresztneved, vagy vezetékneved, vagy a szerelmed, beceneve bármi, tehát ez az egyik csoport, ez a kettes, és az X pedig az a halom, akit egyik sem szólít meg, nincs benne a keresztnevének, vagy a vezetéknevének a kezdőbetűje, se a szerelmének a, a nevének a kezdőbetűje, akkor az válassza az X-et. És akkor kezdjük az első csoporttal. Mi az üzenet számodra, amennyi mert a B, C, O, S, K, H, I betűkkel érzel esetleg bármiféle párhuzamot nézzünk egy lapot. Kreativitás. Ez a te lapod most itt. Nézzük, hogy értik ezt. Légy kreatív, mi a helyzet nálad. Uh. Összetört kis szíved. Csalódásért. Aha, és Nézzük még egy lapot, mi a te témád. Egyébként mindig én is olyan túl bonyolult, a, túl bonyolult üzeneteket várok, de mindig olyan egyszerűen válaszolják meg a dolgokat egyébként. Tehát, hogyha magadra ismertél most itt a betűkből, valami olyan helyzetben vagy most, ahol... Ö, fáj a szívet, csalódott vagy, kilátástalannak tűnik a helyzet, és legyen ez bármi, nem jött össze egy találkozó, akár szerelmi téma, akár nem, valaki becsapott, egyébként jön most itt erősen, hogy valakinek munkahelyi kérdés, hogy más kapta meg azt a pozíciót, amire te vártál, te számítottál, Igazából ez a légy kreatív, ez, ez az, hogy hidd azt el, hogy valami oka van. És annak, hogy nem kaptad meg most ezt a helyzetet, munkát, párkapcsolatot, bármit, de hogy ez nem végleges, azt már most mondom, hanem itt lesz valami hirtelen fordulat, ahol is meg fog minden változni az ellenkezőjére, jelentsen is ez bármit. Tehát, hogy vagy hogy kiderül, hogy, hogy nem is lett volna neked jó az a helyzet, vagy pedig kiderül, hogy mégis te kapod. Gabriel Ásza. A szenvedély, a lehetőség és az inspiráció ajándéka. Lehetőség, hogy valami nagyszerűt alkos, csodálattal teli érzés. Na most nekem egy picit itt a kreativitás, az ugye a lehetőséggel nagyjából, hát egy picit valahogy összefügg, hogy ugye talólapok elemzéseit szoktuk nézni, vagy nézem. Mm. És nem véletlenül van most itt ugye a botok, mint inspiráció tehát, hogy, hogy valami pozitív fordulat várható ebben a helyzetben mindenképp, hogyha arról van szó, hogy esetleg összetörték a szívedet, nem téged. Tehát itt, itt valami az a fő vonal ennek, hogy nem téged választottak, nem téged választanak, nem te vagy a befutó. Új kezdetek. A késlekedés vége irányváltoztatás, melyben a boldogság lehetősége rejlik. Na most pont ezt mondtam itt a botok nyolcas, ez a hirtelen valami megváltozik, vesz egy fordulatot, és pontosan a pozitív a csapát annak ellenére, hogy most elég rosszul érezheted magad, amennyiben magadra ismersz. Na nézzünk még mi itt az üzenet. Főpap. Hogy, hogy lehet, hogy most az egész helyzet olyan szívtelennek tűnik, és elérhetetlennek, és fájdalmasnak, de ez nem marad így, mert aki ezt veled teszi, aki nincs ott jelen most egy olyan helyzetben, ahol szeretnéd, hogy ott legyen, ő rá fog jönni, akár ez egy főnök, bárki, hogy ez a te helyed, ez neked jár, ez a tiéd. És most az egész olyan hidegnek és szeretetlennek tűnik, de de nem az. az. Az valóban jól érzed, hogy most joggal fáj ez neked, mert valami, tehát a változás előtt vagy két, tehát olyan, mint amikor így valaki válaszút elé kerül. És én, hogyha ez válaszút, ha azt mondtad most magadnak, hogy jó, ezt te most nem kaptad meg, és nem jött így össze, akkor te erről lemondasz, akkor ez lehet egy, egy válaszút. De közben meg azt mondják, hogy figyelj, ne, még várj, ne add fel, mert itt valami nagyon pozitív fog számodra érkezni, ahol begyógyulnak a sebeid, és meggyógyulsz, ezt mondja itt a főpap. Hogy, hogy itt ebből még lesz beteljesedés, lesz felvállalás. Tehát, hogy, hogy ez így megvalósul ez a téma. Bármi is legyen itt a, a fő, de az a lényeg, hogy, hogy itt valami változás, ami pozitív irányba fog menni, és hogy, hogy, hogy az igazság a tiéd lesz. Egy kicsit itt az van, hogy valaki. Lehet, hogy az ellenkezőjét mondja most neked. Nagyon tartja az ő szabályait és törvényeit, hogy, hogy tarts be te is, bármennyire is valaki. Ez nem fog neki sikerülni, mert az elméletben kiválóan működik, de gyakorlatban nem. Tehát neked lesz igazad, tarts ki a helyzetben, ne hidd el, hogy, hogy neki van igaza, hanem tarts ki a saját elveid életelveid mellett, mert a te életelveid helyesek, sőt a másik oldalon nincsenek is életelvek, hanem ott csak valaki úszott az ára elég erőteljesen, vagy ha munkahely téma, akkor azért vették fel a másikat, mert kevesebb pénzt kap, de vagy a kevesebb pénzt kér, de nem fog neki sikerülni, mert nem olyan jó munkaerő, mint te lennél, és mégis te fogod megkapni, amennyiben párkapcsolat, és mondjuk valaki azt mondta neked, hogy figyelj, veled leszek, aztán mégis lelépett, akkor is ez át fog fordulni, mert rá fog jönni, hogy rosszul döntött. És talán nem annyira kemény a helyzet, hogy azt mond, hogy nem adsz neki esélyt, mert ő is ugye ember a saját útját járja, hoz rossz döntéseket, és most téged belekevert ebbe a fájdalomba, de nem fog így maradni nem marad így, ne szép magyar nyelven, magyarosan megfogalmaztam. Szóval tarts ki, és bízz, és higgy, és ne csüggedj el, mert abszolút át fog fordulni. Két olyan lap van, ami nagyon erőteljesen mondja, hogy a keréklapja, hogy ez így át fog, átfordul, és, és jobban rosszba kerülsz, és a botok 8-as, ami abszolút a, a, pozitívum, hogy, hogy ebből van kiút, és hiába érzed most úgy, hogy döntened kell, vagy válaszút elé kerültél, hogy most hogy érezd magad, hidd el, hogy minden a legnagyobb rendben lesz, és már van is. Úgyhogy köszönöm szépen egyes csoport, hogy megnézted, megyünk is tovább a kettes csoportra, hogyha az M betűvel, E betűvel, J-vel, y -vel, N-nel, vagy U betűvel érzel valahogy kapcsolatot, akkor ez a te kirakásod, nézzük neked mi az üzenet, kommunikáció, ez az alapállás, jelentsen is bármit, hogy nem beszélsz valakivel, várod, hogy hívjon, nem történik semmi. Nézzük egy kicsit jobban, tisztázgassuk itt le. Ér még hatos. Itt valami szépen így alakul. Aha. Itt, itt azt érzem, hogy valakitől várod, hogy írjon neked, vagy keressen, vagy hívjon, de hogy ez úgy valahogy nem akar megtörténni. De ez hamarosan megfog. Igen, itt van benned, úgy érzem, egy kis belső konfliktus, vagy lehet, hogy vele volt egyébként a másikféle valami konfliktus helyzeted, úgy érzed, hogy. De nem nem veszekedés, nem veszekedtetek, hanem valami konfliktus, hogy úgy gondolt, hogy most a másik végleg el fog mondjuk tűnni, de nem. Valóban egy kicsit ő most rágja a dolgokat, és lehet, hogy azért nincs közöttetek kommunikáció, de ez hamarosan meg fog változni lesz kommunikáció, tehát itt, itt euh, akkor nem a te kirakásod ez, hogyha valaki esetleg, ez, most ez a divatos letiltás téma, tehát ez nem az, hogy most letiltod, de még az is lehet, még talán abba is belefér, hogy még abból is van euh, változás, de inkább itt egy olyan helyzet ez, amikor valami kis konfliktusot támadt egy másik félle és várod, hogy írjon, mert rágódsz, hogy most biztos haragszik, de nem haragszik, ő most itt átgondolja a dolgokat, egy kicsit mérlegel, és meglátja, hogy hogyan, de abszolút, tehát ér még kilencessel, ér még hatos egy erőlapjával. Szóval körülbelül azt mondják neked, hogy most ne rágd magad tovább, mert hamarosan jönni fog, ott lesznek együtt találkozó, sőt, még lesz entyempentyem is, úgyhogy semmi gond nincsen. Létezik jobb megoldás, állj meg, hogy elmék egy és tisztán, láss meg más lenni. Tehát ne agyaj tovább, ne félj, minden rendben van, jönni fog, keresni fog, szeret téged, imád téged. Ezt úgy érzem abszolút, ez a középső, ez egy, ez egy szerelmi téma, ahol éppen a kommunikáció picit elakadt, vagy akadozik, de de nincs itt vége semminek, tehát ne ijedj meg, hamarosan találkoztok, írni fog és találkoztok, köszönöm szépen kedves kettes csoport, hogy megnéztétek, és akkor elérkeztünk az X csoporthoz, na ez a legizgalmasabb, ez az X, hogy ide, akik tartoztak, ugye ez aki, aki a témátok, a vágy, az X-eknek, a vágy, szerelmi témánál járunk, mint mindig, Nézzük itt nálatok, mi a helyzet. Botok tízes. Hát, na itt ez a helyzet, ami nem olyan könnyű most itt neked. Cipelsz valami jó kis terhet itt a vágyaid megélésének a szinterén. Mm, igen. Tehát valami akadályok vannak most a vágyaidnak a megélésében, ez biztos, ez neked nagyon kényelmetlen, kellemetlen de azt tudnod kell, hogy szinte itt most párhuzamot tudnék vonni mondjuk egy, egy érmék ötössel, ami egy picit lehet egy ilyen önsajnáló lap, meg, meg az, hogy szóval, hogy simán változtathatnál ezen, csak te valahogy nagyon kötöd az ebet a karóhoz, és érdekes, nem? Tehát itt most egy ilyen átmeneti visszavonulás látszik, a vágyaid megélésében, tehát az is lehet, hogy most, most, egyedülálló vagy, és nem találtad még meg azt a párt, akit keresel, vagy ha van is, nem tudtok olyan sűrűn találkozni, nincs ott veled, és ettől úgy érzed, hogy ez már olyan nehéz neked lelkileg vinni ezt a terhet, hogy egyedül vagy, hogy magányos vagy, ott vagy a kis vágyaiddal, nézd meg, várod a te Rómeódat, szerelmedet, és nem érkezik meg, vagy már ott van, de de nem annyiszora, hogy kéne, vagy pedig még nincs ott. Tehát ez egy ilyen kicsit egy ilyen magányos állapot, hogy úgy kardok négyes egy ilyen átmeneti visszavonulásban vagy, hogy úgy érzed, hogy itt a szép idő, és nem tudsz kimozdulni, jaj, de eleged van, miért vagy egyedül. Kicsit így kezdesz ettől így morcos lenni, hogy úgy mondjam. Mhm. Uh -huh. Most itt viszont a kardokásza egy bekapcsolt egy ilyen vonalat, hogy ez egy ex-ről van szó, vagy egy ex, aki visszatér, hát nem most már, mert rávársz, vagy pedig arról van szó, hogy egy meglévő kapcsolatban nem működnek úgy a dolgok, ahogy szeretnéd, és ezért azt érzed, hogy na akkor nagyon sürgősen meg kellene ezt beszélni, mert te a vágyaidat, és legyen ez, hogy te szeretnél elmenni, kirándulni vagy ez jelentheti tényleg konkrétan a testiség megélését, vagy csak, hogyha idősebb vagy esetleg, akkor mondjuk a, a meghitséget, hogy ott legyen neked valaki, a társtalanság nyomaszt téged, tehát valami ilyesmi van, hogy ez neked egy teher, és úgy érzed, hogy nem tudod átlépni ezeket az akadályokat, pedig simán át tudod, tehát hogyha aki nem adja meg neked, ha melletted van valaki, akkor, akkor keresd meg azt, aki megadja, mert ő miért éhezel tovább, úgymond, ha éhes vagy, és kezdesz így befagyni ebbe a helyzetbe, kezdesz így kicsit meg... meg tehát kezdesz átmenni jégkirálynőbe, ha nőként nézed, ha férfiként, akkor meg kezdesz így nagyon erősen bezárkózni, ezért tudjuk, hogy egy férfi bezárja a szívét, azt nagyon nehéz megnyitni. Úgyhogy egyrészt mondja itt ez, ez a lap, hogy egy kicsit beszéld meg ezt önmagaddal, tisztázd le. Tehát, hogy miért, miért, hiszed azt, hogy neked nem jár, tehát tisztázd ezt le magadban, és, és az, hogy, hogy lépd át a saját határaidat, hagyd el a komfortzónádat, menj ki, tehát menj ki, ne várd meg, hogy bejöjjenek érted, nem kell megvárni a sült galambot, tényleg, mert, mert van, aki nem is szereti a galambot, én például biztos, hogy nem menném meg soha, tehát ki kell menni, és behozni azt, amit te szeretsz, Hozzásomló itt most például, sokszor jövök elő ezzel a példával, éld meg a vágyaidat, Ö, nagy részt ugye ott az érmékötös ott ami azt mondja, hogy egy kicsit olyan, hol volt az érmékötös, hogy ö, fog meg a kulcsot, tehát nem, nem kívülről van rád zárva az ajtó, hanem belülről. Az átmeneti visszavonul, a visszavonultságod, a komfortzóna szűkössége az, az a te döntésed, és itt nem ö, az, hogy ezt kiterjeszted, és nem kell megvárni egy másik embert, aki majd kivisz, hanem menjél ki, és majd ott vár valaki. Ezt mondják itt az X-eknek. Annyi mindenért lehetünk hálásak, pénzügyi siker és a visszavonulás, micsoda? és a visszavonulás ígérete, gazdag és kielégítő családi élet. Tehát most itt a, a, visszavonulás, ugye átmeneti visszavonulás, hát Ariel tízes úgy gondolta, hogy ezt akkor még megígéri, hogy még jobban visszavonulhatsz. Annyi mindenért lehetünk hálásak, pénzügyi siker és visszavonulás ígérete. Mm. Gazdag és kielégítő családi élet. Nagyon vicces most ezt így. <laughs> megígéri, hogy visszavonulhatsz, mikor amúgy is vissza vagy. Mm -mm. Tulajdonképpen, nekem ez most pont az ellenkezője, mert néznek, hogy a kártyám mi van. Ott van Párizs, egy kávézó, ahogy a barátnőddel ott ö, ülsz az asztalnál, a háttérben a gyerekei, de el vannak, esetleg mindenki jól érzi magát. és ö, Szóval, hogy te elzártad magad ettől. Tehát, hogyha itt eltekintek ettől a visszavonulás ígérete... Hmm. Tehát, hogy, hogyha azt mondjuk, hogy ez az egyik, ahogy most vagy, ugye, mikor sajnos nem ezt a paklit használom, ahol ott ülés, ott a kulcs belül és nem fogja meg, tehát azért van különbség a kettő között. Tehát az egyik a komfortzóna, a másiknek a komfortzóna elhagyása, a vágyaid megélése, Na ez az, ami neked itt most hiányzik, de azt gondolod, hogy ezt mástól fogod megkapni, de nem. És olyan terheket viselsz, amit amúgy nem kellene. Tehát ez, ez, ez botoktizes, hogy, hogy le tudnád simán tenni. Csak egy döntés. Tehát most akár tényleg most így, ahogy vagy, öltöz fel, és menjél el, igyál egy kávét a barátnőid, de körülbelül ezt mondják és és éld meg a vágyait, hogyha te arra vágysz, hogy most valahova elmenjél vásárolni, és nem jön veled egy barátnőd sem, hát akkor menj egyedül. Tehát körülbelül valami ilyesmi energetikája van ennek a ennek az X résznek, hogy hogy úgy nagyon bekorlátoztat saját magad, mert másra vársz. Egy, egy harmadik személy, vagy egy harmadik, egy második személy megjelenésére, akár egy ex, vagy ha szingli, vagy akkor is, tehát hogy be vagy egy kicsit már így fordulva, és, és, ez a csúnya szó, hogy ön sajnálatban vagy, pedig nem kéne, mert menjél ki, és akkor ez így meg fog oldódni. Na, kedves X csoport, ez volt neked itt a, az üzenet, remélem, hogy mindegyik csoportnak sikerült jót választani, és remélem, hogy sok mindenkinek volt értelme ennek a kirakásnak. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!